Majd most mindjárt. Na, szeretettel köszöntünk akkor újra mindenkit itt. Itt vagyunk Kassai Lajos úrnál a Kassai Völgyben. Itt a háttérben lesznek majd gyerekek, meg élet van, és lehet, hogy majd fog belehallatszani egy-két dolog. De akkor úgy terveztük, hogy akkor beszélgetünk egy kicsit arról. Most már így körbe mentünk, és akkor megmutattuk, hogy itt nagyjából milyen munkák vannak a farmon, meg hogy történik ez az egész. És akkor itt egy pár témát gondoltam, hogy esetleg átbeszélhetnénk, illetve hát ami spontán jön ezzel az egésszel kapcsolatban, nem tudom, hogy akár ugye az elejétől, hogy mondjuk mit jelent egy ilyen gazdaság, mert ugye kicsit nehezen lehetett hallani. Jó, menjünk végig megint. Jó. Tehát a legfontosabb az, hogy átlagban a gazdaságok azok úgy épülnek, a nagy gazdaságok, hogy aki tervezi, a tulajdonos, és aki dolgozik majd ebbe a gazdaságba, az három különböző személy. Most ez a gazdaság attól ennyire kompakt, hogy én a tulajdonos, a tervező és a munkás is én vagyok egy szemébe. Tehát én mindent úgy terveztem meg, és mindent úgy építettem föl, és úgy hoztam létre, hogy az kéz rájön. Hiszen a 21. század olyan technológiákat biztosít, hogy a tanyán való élet az minden tekintetben fölülmúlja a városit, hiszen mi egy szabad levegőn, szabad környezetben, nagy területen vagyunk, és az infrastruktúra, ami mind a gépparkban, mindenféle technológiákban, akár csak mondjuk ezt a hálót nézzük, hogy le van védve a tyúkudvar, és a sasok már nem tudják elvinni a csirkéket, az a mezőgazdasági géppark, az a kis medence, ami a kis tavacska, ami van a konyhakertben, ez mind mindenki van már találva, és minden elképesztően jól működik, és egy ilyen, hát nagyjából ez egy 25 hektár, mert 15 hektár az a terület, ahol vagyunk, és még 10 hektárt bérlek hozzá, tehát összesen 25 hektárról van szó. Ez gyakorlatilag egy család azzal a technológiai háttérrel, ami itt van, kényelmesen el tudja végezni. Na most itt azért tudjuk azt, hogy itt van egy nagy közösség. Szóval itt ugye a lovasi íjászat megy, és akkor ugye a Kassai úr tanítja itt a srácokat, és hogy itt azért egy elég nagy közösség is van ahhoz, hogy úgy, tehát ugye a közösség is mennyire vesz részt a közösség ugye ebben az egészben. Tehát úgy jó, hogy egy picit a közösségről, hogy a közösség fontossága, a közösségépítés, itt én úgy gondolom, hogy nagyon sokat lehetne tanulni azoknak, akik ilyenbe akarnak kezdeni, mivel sokan akarnak kimenni vidékre, és már most szerveződnek, hogy mi az a fontos dolog, ami szempont, amit figyelembe kéne ahhoz venni, hogy egy jól működő közösség legyen. Bele lehet vágni, hozni egy döntést, és ki lehet menni vidékre, de föl is lehet készülni, és kijárni vidékre, megtanulni, gazdálkodni, megtanulni a növények, állatok világát. Tehát föl lehet erre készülni. Szerintem az internet elképesztő nagy lehetőséget biztosít erre, hiszen az interneten keresztül minden lényeges információhoz hozzáférünk, mint ahogy most is, hiszen itt egy kamera jelenlétével beszélgetünk. Ha fel tudunk készülni, illetve olyan csapathoz csatlakozunk, ami már komoly tapasztalatokkal rendelkezik, akkor rengeteg időt, pénzt és energiát tudunk megtakarítani. Nekem rengeteg időm és energiám volt, pénzem viszont nem volt. Én a 80-as évekbe kezdtem, és én nagyon kemény munkával 30 év alatt hoztam létre mindazt, amit itt látunk. Viszont volt egy elképzelésem, tehát mindaz, amit itt látnak, ez azért jött létre, mert az én életem vezérfonal a lovasíjászat. A lovasíjászat, mint harci művészet, és a 80-as évek végén én belevágtam a honfoglaló őseink íjának az elkészítésébe. Ebből 1988 óta én már, mint egyéni vállalkozó, jelenek meg. És nagyjából ez egy időben történt ennek a völgynek a felfedezése, ami akkoriban még a Bárdúzvarnoki Állami Gazdasághoz tartozott közigazgatásilag, de mivel ez a zselic, ezek ilyen nagyon meredeken szabdalt apró völgyek, ezt a nagyüzemi mezőgazdaság számára alkalmatlan a terület, hiszen ezt szántani se lehet, nem hogy itt kombájnokkal bűvészkedni, hogy learassák esetleg, amit ide sikerülne is elvetni. Ezért ezek a területek, ezek az apró völgyek, ezek elgazdasodtak, el,
cseréjesedtek, és amikor én 33 évvel ezelőtt ide bejöttem, akkor hát nyilvánvalóan ez nem így nézett ki. De kezdetben csak kiárogattam, mert beleszerettem nagyon a helybe, és aztán megkerestem az állami gazdaságot, béreltem az állami gazdaságtól, és amikor a rendszerváltozás megtörtént, akkor sikerült a helyet megvásárolni. Uh-huh. És amiután megvettem, elindultak itt a folyamatos beruházások, úgy összegyűjtögettem valamennyi pénzt, akkor valamit megépítettem. 23 éve készült el ez a ház. Gyakorlatilag a völgy, én a faluba laktam, és a lovaimat kihoztam a völgybe, és naponta kétszer szaladtam ki, mert volt itt egy ilyen kezdetleges istálló, ahova beálltak a lovak. Kiszaladtam reggel, elláttam őket, kiszaladtam este, elláttam őket, és ha volt egy kis időm, akkor tanítottam a lovaimat, lovagoltam, és nagyjából ezt tette ki a napomat, és arról álmodoztam, hogy milyen jó lenne nem kicsattogni ide a hóba, meg a latyakba, vagy a tűző napon kijönni, hanem mondjuk itt lenne egy kis ház, itt élnék, és akkor mindent el tudnék látni, de hát ez ilyen nagyon államszerű dolog volt. És évtizedek, tehát azért ez 30 év, ott én 10 éven volt ezzel a kiszaladgálással, meg a munkával, hogy megtaláljam, hogy ha majd házam lesz, akkor ezt a házat hova fogom fölépíteni. Ha majd jurtám lesz, akkor azt a jurtát én hova fogom elhelyezni. Hogyha majd itt gazdasági épületek lesznek, akkor hova fogom elhelyezni ezeket a gazdasági épületeket. Tehát mindenre volt idő megtalálni ebben a csodálatos völgyben mindennek a helyét. Hogy kezdetben ugye itt volt az istálló, de a lovak mégis valahogy azt az oldalt szerették jobban, és ezt az egészet át kellett telepíteni, északról védett, délfelé nyitott az istálló, amit láttunk. És most jelenleg is kint vannak a lovak, ugye a hó alól rugdalják ki a füvet és legelnek, de hogy besötétedik, be fognak jönni, hiszen már terített asztal várja őket, le van nekik dobva a széna, oda van készítve minden. Ugyanez a helyzet a marhákkal is. És hát én meg a világ legboldogabb embere vagyok, mert ebben a környezetben élhetek, és én nagyon gyorsan, könnyedén ellátom ezt a 12 lovat, két szürke marha, két bivaj van, 100 liva van, vagy 150 tyúk. Ugye itt vannak a kutyák, és hát van egy nagyon jelentős halálomány, mert ezek a tavak tele vannak hallal. Tehát mondhatom azt, hogy az önellátásra alkalmas a terület, nem vagyunk önellátóak, önellátóakká nagyon gyorsan tudnánk válni, hogyha a gazdasági helyzet úgy hozza. Most még nem tartom fontosnak, hogy mindent megtermeljünk, hiszen az megér rengeteg időt és energiát vinne el. Most egyszerűbb biotermesztőktől megvenni a gabonát, mert van egy kis malmunk, megveszük az alapgabonákat, a rost, a rist, a bánkuti búzát, és hogyha a feleségem kenyeret süt, akkor itt, vagy tésztát, akkor ebben a kis malomba frissen megőrli, és a 100%-os termékek előjönnek. De én ugyanolyan jó ízűen meg tudok enni a McDonald's-ba egy hamburgert, vagy a Kentucky Fried Chicken-ben egy csirkecombot. Tehát én nem az az ember vagyok, aki szembeáll a 21. századdal, hanem az az ember vagyok, aki nagyon szereti ezt a környezetet. Tehát ezt nagyon szeretem, ezt az életet, nem utasítom el azt, ami van. Érdemes megkóstolni azokat az ízeket is, tehát én nem vagyok haragba azzal a korral, amiben élek, és nem vagyok haragba a világgal. Én nagyon boldog ember vagyok, jól érzem magam ebben a környezetben, és annyit használok fel belőle, ami feltétlenül kell. De hát visszatérve a gyökerekhez, ugye a lovasi jászattal indult, és a tér a lovaknak kellett. Nem volt itt szó gazdaságról, ez a gazdaság szépen lassan alakult ki. Miután megfelelő rutinra tettem szert a lótartásba, a lovak száma nőtt. Ez a terület 12 lónak a tartását teszi lehetővé, tehát itt mindig 10-14 ló van. Hogyha cserélek csikókat, akkor általában előre szaladhatok nagyobb a lólétszám, de egy ilyen 12 lóra vagyunk beállva, és hát itt a napi munkák mellett azért volt itt júnyáj, volt itt mangalica konda, tehát mindenféle állat volt, és bármilyen állatot vissza lehetne ide hozni, mert úgy adta magát. Tehát ahogy megtanultam a lovakkal bánni, úgy könnyű volt az átállás, mondjuk a mangalicáim voltak, akik kijártak a zselicbe, és ott párosodtak a vaddisznókkal, és ez a világ legjobb
állata jött létre, ez a mangalica vaddisznó keverék, ami mesébe illő csoda, és valami, még a maga a lényük is egészen elképesztő, de hát az ízük meg hihetetlen finom, hiszen a vaddisznó az egy szálkás, elképesztő, életerős élőlény, a vaddisznóban hihetetlen erő van, és ezzel a zsíros mangalicával ötvözve, ez valami egészen különleges élőlényt eredményezett. Úgyhogy itt mindenféle halaktól a szárnyasokon keresztül gyakorlatilag azt mondanám, hogy húst nem kéne venni. Tehát nekünk nem igazán kéne bevenni a település. 1 kilométerre van tőlem a legközelebbi ember, de nem ijedünk meg, hogyha nem megyünk be hetekig. Mi lenne a tanács, hogyha ugye most nagyon sokan szerveződnek, ugye itt a csoportban, mert egy csomó alcsoport is lett így régiónként, és mi a tanács esetleg, hogy elindulni arra, hogy területet találni, közösséget összejönni, ismerkedni, hasonló emberek, ugye gondolom azért fontos az, hogy ugye egy közösség akkor működik jól, hogyha van egy hasonló cél, meg értékrend, stb. Stb. Nem árt, hogyha van egy olyan vezető, akinek van is elképzelése, gondolom, hogy azért ez is egy számottevő dolog, aztán utána területet találni. Hogyan induljanak el azok, akik egy ilyenbe bele akarnak vágni? Én azt mondom, hogy szerezzenek, ha megvan a lendület, mert ha nincs meg a lendület, ez nem fog működni. Tehát, hogyha a lustaság egy ilyen gazdaságban az a halál. Tehát itt tényleg azok kezdenek ebbe bele, akik a munkát szeretik. Mert nagyon sokan bejönnek a völgybe, és így rácsodálkoznak, hogy fú, hát milyen lehet itt egy reggel, hogy én kiülök a tópartra, itt megiszom a kávémat, elszívok egy cigarettát, és csak itt nézem a felkelő napot, tehát ugye se kávé, se cigarett azért életemben nincs először is. Másrésztről meg én a völgyemben, mikor leülök és nézem a völgyet, akkor én a traktorban ülök, és múlcsozom, vagy valami munkát végzek, mert minden évben le kell múlcsozni az egész területet, és ez nagyon jó hajnalba fölkelni, 5 órakor én már kim vagyok a traktorral, és ez nagyon jó érzés, hogy akkor úgy ülök és nézem a völgyet, és a gólyák jönnek, mert szedik fel a békákat, meg a pockokat, tehát ez egy nagyon jó érzés, de ilyen környezetben az jön, aki szereti a munkát, tehát aki az utat szereti, nem a célt. Mert van aki az életérzés, valaki azért akar kijönni, mert elege van a városba. Az nem elég, hogy elege van a városból. Az nem elég, hogy neki valami változást kell, hogy hozzon az élete. Rengeteg megkeseredett emberrel találkoztam, aki tapasztalat és megfelelő lendület nélkül nekivágott. Mert az a lendület, ami a városban elég, az itt nem elég. Tehát itt, amit mondtam, hogy nem kezdhetünk egy napot az előző nap romjain, ne legyen mosogatatlan edény a mosogatóban, ne. Tehát ott minden ott van, kéznél van. Ahogy én befejeztem az etetést, már ott van a holnap reggeli adag, és itt minden föl van építve úgy, hogy nincs karácsony, nincs szilveszter, nincsenek ünnepek, hanem aki szereti ennek az életnek a ritmusát, annak minden nap karácsony, annak minden nap húsvét. Tehát mi gyakorlatilag itt nagyon nagy szerelemben vagyunk a feleségemmel és a lányaimmal. Ez egy csodálatos életérzés, amikor ennyire független és szabad valaki, mert egy városi ember az nem tud független és szabad lenni. Most ugye olyan a helyzet, hogy abszolút ugye az emberek, hát ugye azért berezgett a rendszer, tehát elég erősen így a pénzügyi, meg a teljesen globálisan. Ugye mindenki most próbál menekülni, de hogy azért ezt át kell gondolni, hogy itt ez nem arról szól, hogy most azért, mert pánikból el akarok rohanni valahova, nem, ez nagyon komoly tervet kell valójában ehhez csinálni, nem? Hogy az ember kimegy valahova. Igen, de most ugye én azokat a fontos érveket hozom föl, amitől ez jól tud működni. Aha. Tehát, hogyha megfelelő felkészültséggel, megvan a lendület, megvan egy minimális szakmai tudás, akkor ezt nagyon jól lehet csinálni, hát látják, hogy itt van. Tehát, hogy ez egy iszonyatosan jól működő rendszer. Ne gondolják azt, hogy kimennek vidékre, abból meg fognak élni. Tehát azért nekem van egy bázisom, tehát azért itt van egy nagyon komoly cég a háttérben,
Nekem ez a reggelem meg az estém, de hát van egy komoly vállalat, amit én viszek. Uh-huh. Van egy nagyon komoly harcművészeti iskola, amit én viszek, tehát itt vannak a bevételek. Tehát, hogyha valaki kimegy úgy egy tanyára, hogy majd ott abból meg fog élni, abból a sárgarépából meg, amit ott elveteget, tehát az megint egy megkeseredett dolog lesz, de ma már szerintem a számítástechnika lehetővé teszi programozók számára, és meg ki tudja milyen szakembereknek, hogy gyakorlatilag van ez a nomádoknak hívják, ilyen számítógépes nomádok, akik gyakorlatilag egy laptoppal a világ bármely részére el tudnak menni. Például ez megint, tehát meg kell találni azt, hogy miből él. Meg kell ennek az egész anyagi hátterét teremteni. Tehát legyen egy összeg, amivel neki tud állni, és aztán legyen egy bevételi forrás, amivel tudja csinálni. Úgy is lehet, hogy majd itt kis tehenei vannak, sajtotkák csinál meg egyéb dolgokat, de abból azért annyira fényesen nem fog tudni megélni. De hogyha férj és feleség, és mindketten tudnak valamilyen munkát elvégezni, amiből jövedelmük van, plusz még építik a kis tanyájukat, akkor megint előrébb tudnak jutni. Vagy eladják a városi házukat, és akkor van olyan tartalék. De nincs az a pénz, ami ne fogyna el. Nagyon fontos az, hogy milyen mesterséggel rendelkezik még, milyen szakmákkal rendelkezik, mert az a jó, ha mindent meg tud csinálni. Tehát, hogyha mindenre szerelőt kell hívni, ha mindenre szakembert kell hívni, az megint egy óriási hátrány. A lényeg az, hogy ilyen gazdaságban legyen egy férfi, meg legyen egy nő. Tehát azért a kint meg a bent itt nagyon, nagyon erősen föl van osztva. Tehát ha valaki belemegy egy tradicionális környezetbe, az egy tradicionális párkapcsolatot is jelent. Tehát ott a szerepek nagyon erősen föl vannak osztva, úgy, ahogy évezredek kell ezelőtt volt. Ez nem ad akkora teret a kísérletezésre, mint egy város, hogy most itt egy klasszikus férfi szerep, az most a múlt héten szürke marhákat heréltünk. Nyilvánvalóan nem a feleségem fog oda menni, hanem a feleségem a bent, én a kint vagyok. Tehát egy kapcsolat fölépítésében is ott férfinek, ott kell egy férfi, aki ezeket a feladatokat elviszi, aki a hátán viszi a terhet, és kell egy nő, aki ezt a bentet tudja biztosítani. Tehát egy tradicionális környezetben, egy tradicionális párkapcsolat a legéletképesebb, mindenféle játékot el lehet játszani nyilvánvalóan. Most én csak mondom a tapasztalataimat. Hogyha közösség felé megyünk, akkor a legfontosabb az, hogy van egy denevér fa, és én ezzel már nagyon sokszor példáloztam, ami kimegy éjszaka vadászni, és visszajönnek a denevérek, és akinek ez a vadászat nem sikerült, annak adnak azok a denevérek, akiknek sikerült a vadászat, vissza tudják böfögni a vért, és ellátják egymást. És fönn tudnak maradni, de ez a denevér kolónia soha nem mehet 40 fölé. Mert az intelligenciájuk 40 főt tesz megismerhetővé. Aha. És ez azért nagyon fontos, mert egy ilyen közösségben két probléma lehet. Az egyik az, hogy minek menjek ki, úgyis adnak. A másik meg, én már megszedtem magam, minek adjak a másiknak. Na most a közösségnek ez a két típus a rákfenéje. Az egyik típus az, aki elvárja a többiektől, hogy adjanak neki, a másik pedig az, aki nem fog adni abból, amit megtermel. Tehát itt egy közösségnél, tehát hogyha egy közösségben gondolkodnak, akkor ott a terheket és a javakat azonosan kell elosztani. Ez most nagyon nehéz, tehát ez nem egy egyszerű dolog. Nagyon, nagyon komoly kihívások elé néznek, akik úgy gondolják, hogy majd ott együtt dolgoznak, és ezt együtt föl tudják osztani. A denevérektől kell tanuljanak nagyon sokat, mert itt az emberben már ezek kicsit elmozdultak, ezek a... Ez teljesen gondolat rendszerváltás igazából az egész, mert amire ugye azért az ember tanítva volt itt az elmúlt évszázadokban igazából, ugye, hogy akkor én nekem kell megszerezni mindent, nekem kell legfelülre kerülni, és akkor mindenki más pedig
alám, tehát hogy itt a, itt a közösségi életben azért itt kellene egy olyan teljes tudati átformálódás, egy evolúció igazából, ami egy közösséget szerintem egybe tart, nem? Nevezzük ezt a józanésznek. Tehát most nagyon sok közösség valami fajta vallási és egyéb ideológia mentén szerveződik és megy. A józanész semmi nem fogja fölülírni, és bármilyen konfliktusba fog kerülni, mindig a valóság fog nyerni. Tehát az, hogy mennyire tudom én felmérni a saját képességeimet, mennyire tudok szoros kapcsolatot kialakítani a valósággal, ez fogja meghatározni az egész közösséget, az egész gazdaságot, mindent. Ha én ezt jól látom, jól építem fel, akkor semmilyen probléma nem lesz. Ha én belemegyek egy ideológiába, az vagy sikerül, vagy nem. Mondjuk azért, tehát itt azért, hogy elmegyünk egy dogmatikus irányba, vagy az ember egy egyéni, spirituális úton tapasztal, és akkor, tehát azért ebben szerintem vannak nagy különbségek. Tehát a dogmákban élő közösségek, én úgy gondolom, ez halálra van ítélve, mert az embernek van egy ilyen spirituális fejlődése, és ez bizonyos pontig jó lesz, utána nem. Bizonyos típusnak. Tehát ott az emberi lények, azok borzasztó sokszínűek, és nagyon sokféle réteg van. Tehát nem vagyunk egyformák, nagyon eltérő intellektuális szinten vagyunk, és van, akiknek jó egy ilyen környezet is, mert az intellektuális szintjük gyakorlatilag ezt teszi lehetővé. Ők jól fogják érezni magukat egy dologig. Hát, hosszú távon is jól érezheti magát, hogyha ő nem akar gondolkodni. Ő szereti, hogyha megmondják. Hát ez az emberek nagy része ilyen. Tehát az emberek nagy része olyan, hogy egyszerűbb, hogyha megmondják neki, hogy mit kell csinálni, ezt legfeljebb direkt durrog és puffog. De soha nem fog kialakítani egy önálló létformát magának, mert az viszont már kényelmetlen. És akkor ebbe vergődnek, van egy ideológia, megtalálja ezt az ideológiát, ez nyilvánvalóan nagyon szépen van megalkotva, és akkor belemennek ilyen közösségekbe, és elkezdenek ebbe dolgozni. Ezek a közösségek mindenképpen egy bizonyos embertípus számára nyújtanak lehetőséget, aki jól érzi magát egy ilyen rendszerbe, de aztán vannak, akik ebben szenvednek, és tovább akarnak lépni. A kérdés az, hogy képes-e önállóan valamit létrehozni. De hogyha én elengedem ezeket a dolgokat, és egy gazdaságra, mint gazdaságra nézek, uh-huh. és fölépítem a hétköznapjaimat, akkor képes vagyok fejlődni. De egy dologra nagyon kell figyelni, hogy nem ugorhatok szinteket. Tehát olyan nincs, hogy én fölugrok a harmadik emeletre az elsőről. Tehát az első emelet után a második emelet következik, aztán a harmadik emelet következik, aztán lefele lehet ugrani, csak az balesetveszélyes. Tehát meg ki kell járni ezeket a lépcsőfokokat, és ha én a fizikai síkon nem rakok rendet, és nem építem föl, nem rakom le az alapokat annak az épületnek, akkor ott az épület várhatóan össze fog dőlni. Tehát a spiritualitás a spiritualitással én nem tudom helyette, vagy a spiritualitással igen, de azzal az álspiritualitással, ami olyan lehetőségeket kínál, hogy a különböző személyiség fejlődésbeli elakadásaimat én egy nagy ugrással át fogom lépni, az nincs. Tehát vissza kell menni, és ott onnan az alaksorból a hullákat ki kell szedegetni, rendet kell rakni, ki kell takarítani. Tehát az alsó szinteken, a pincében, a földszinten, az alsó emeleteken ott rendet kell rakni, és utána tudok tovább lépni. Ha én csinálok egy ugrást, egy szintet meglépek, mondjuk egy guru segítségével, mert át tud tuszkolni engem egy vagy két emeleten, nagyobb kárt okoz vele, mint hogyha ott hagyott volna, mert az ő dolga az lett volna, hogy az alsó szinteken rendet rakjon. De ez nagyon macerás, és jóval nagyobb felkészültséget igényel, meg nagy a csábítás ezekre az ugrásokra. Tehát ugye fölépítem a kis világomat, rendet rakok a saját környezetembe, akkor ezek úgy nyílnak. És nem kell nekem ezen különösképpen erőlködni, mert hiszen hogyha a környezetemet én rendbe tudtam tenni, akkor ott rögtön van egy lehetőség a továbbrepésre. De ameddig nem, addig nem lesz. Vagy ha lesz, akkor az ilyen fars történet lesz. Kisasszony. A nézők nem látják, hogy itt négy gyerek hancúrozik folyamatosan.
Igen. A spirituális fejlődésnek mennyire volt szerepe abban, hogy ez az egész felépült, vagy az, hogy így épült fel? Hát nagyon, mert be kellett értenem ezt a hihetetlen erős mozgatórugót az életemben, ami engem ebbe az irányba vitt. Tehát annyira erős a lovasi jászathoz való kötődésem, hogy én elindultam ennek a felderítésére, de most ez egy nagyon messzire vezető hosszú téma lenne. Nálam a spiritualitás behozta azt a fajta minőségi váltást, ami az intuíció felé vitt, és mondjuk úgy, hogy a bal agy féltekéből egy kicsit a jobb agy féltekébe behozott át. Tehát egy nagyon racionális szűz, aki én vagyok, tehát egy szűzjegybe született szűz mérleg, egy nagyon racionális ember, akit a fizikai síkon gondolkodott kizárólag, az egyszer csak belát a színfalak mögé, és ráeszmél arra, hogy itt a fizikai síkon túl vannak azok az erők, amik ezt a fizikai síkot mozgatják, és akkor egy teljesebb értékű. Az én esetemben azt gondolom, hogy az én asztrológiai képletem egészült ki egy olyan beavatással, ami teljes értékűvé tudta tenni az életemet, mert ha ezt én nem szerzem azt a pluszt hozzá, akkor én beleragadok a fizikai síkba. És a természetes életmód az egy következménye lett ennek, vagy mert sokszor látom azt, hogy emberek kimennek a természetbe, és akkor indul el egy tudati fejlődés. Aztán van, amikor pedig az, hogy az ember jár egy úton, és akkor egy tudati evolúció miatt egyszerűen már képtelen abban a rendszerbe élni, ami ez a mesterkélt rendszer, és muszáj kimenni a természethez. Én nem tudom, hogy milyen a kereső ember élete. Én nekem küldetésem van, és én ezen keresztül szedtem össze mindent. Nagyon érdekes az a tendencia, ami ma hódít, hogy egy ilyen pszichológiai, álpszichológiai analízisekbe megyünk bele, csoportokat hozunk létre, és akkor elkezdjük nézni a személyiségünket, hogy ez a személyiség az milyen. Ez lehet borzasztóan káros, mert az ember nem tökéletes lény. Tehát egy analízis során felszínre kerülhetnek borzasztó komoly hiányosságaink. Ez megijesztet egy átlag embert, hogy hú, hát én ehhez se értek, én ehhez se értek, én ehhez is buta vagyok, ezt se tudom, és hogy el fog tévedni. A kérdés az, hogy az az út, amin jár, ahhoz ez kell-e? Tehát, hogy van egyszer számos láda, és akkor én azt mondom, hogy én a 17-es kulcs vagyok. És a 19-es csavarfejet már nem tudom meghúzni, és a 14-eset sem. Tudomásul kell vennem. Most elmegyek egy pszichoterápiába, és azt fogják mondani, hogy te nem tudod meghúzni a 19-es csavarfejet. Nem. Jézus Mária. Hát akkor itt a te személyiséged, de nagyon komoly. Nincs gond, tehát hogyha azt tudomásul kell venni egy embernek, hogy az emberek nem tökéletesek. Az emberek rendelkeznek bizonyos képességekkel, és aztán rendelkeznek bizonyos homályos részekkel, amikhez nem értenek, ami a hozzáállása. Hát nincs mindenkinek abszolút hallása, nincs mindenkinek jó ritmusérzéke, nincs mindenkinek jó egyensúlyérzéke. Van, aki, tehát nagyon sokféle ember van. De ha én megtalálom a helyemet a világban, és megtalálom azt az utat, ami nekem járnom kell, ez indiferenség. Nem érdekes. Itt ettől a pillanattól kezdve a fókusz azon van, hogy az én képességeim, azok elegendőek ahhoz az élethez, amit én most itt élek. Össze tudok-e rakni egy ilyen gazdaságot? És akkor most menjünk végig a közösségen. Nézzük meg, hogy épül föl mondjuk egy harcművészeti iskola. Hát nagyon egyszerű. Képes vagyok-e a lovasi jászatot mesterszinten megtanulni? Megfelelő ritmusérzékkel rendelkezem, megfelelő egyensúlyérzékkel rendelkezem. Képes vagyok-e egyszerre két tevékenységet azonos koncentráció alá vonni, vagyis egyszerre képes vagyok a célra, és képes vagyok a lóra figyelni. Ezek mind képességbeli. Ha hiányaim vannak ezekből a dolgokból, szorgos munkával lehet pótolni, de nem jut el mindenki a mesterszintig.
akikbe képességbeli hiányosságban nem jutnak. Most van egy következő lépés, oké, meglőttem azt a mesterszintet, objektíve lőttem azt a pontszámot. Képes vagyok-e a megszerzett tudás átadására? Nem képes mindenki. Nagyon jól lovasiász, de két értelmes nem mondatot jutanád. Nem tud mondani. A vérében van minden, a zsigereiből minden jön automatikusan, de amikor el kéne mondja azt, hogy, most mit kell csinálni, és odaáll egy ember elé, és segítséget kell neki nyújtani, nem fogja. Vagyis ez az ember nem fog tudni tovább lépni. Az az ember, akinek van pedagógiai érzéke, valamennyi, összetudja szedni a gondolatait, és el tudja mondani azt, hogy, mit kell csináljon egy kezdő, elindul a tanulás útján. Mert a tanulásnak az egyik felét tudjuk a tudásnak egyik felét tudjuk csak tanulással megszerezni, a másik felét tanítással tudjuk megszerezni. Hát, hogyha én megtanultam valamit, és hogyha képes vagyok ennek a tudásnak az átadására, akkor az átmegy egy olyan, átmegy magán ezen a kognitív rendszeren, és gyakorlatilag, amikor én mondatokká szövöm a cselekményt, ami bennem, zsigerileg bennem van, akkor igen, tudatosul. Tehát a tudatosulás folyamatában a tanításnak nagyon nagy része van. Tehát el tudok jutni egy mester szintig? Megvannak azok a képességek, amik ahhoz kellenek? Kitartó vagyok? Szorgalmas vagyok? Rendelkezem azokkal a képességekkel? Jó fizikai, szellemi-lelki tulajdonságával? Igen. De ha én nem rendelkezem pedagógiai képességekkel, nem tudom átadni ezt a dolgot, akkor meg fogok rekedni. A személyiségemben. A személyiségem nem fog tudni tovább fejlődni. Én egy jó lovasiász leszek, vagy egy jó karatés leszek, vagy egy jó kungfus leszek, vagy bármilyen kartforgató leszek, vagy akármi leszek, de a személyiségem megreked ezen a szinten, mert a következő lépcsőfok az, hogy én ezt a tudást képes vagyok-e átadni. És nem a tanítás a lényeg itt, hogy most itt nekem tanítványaim vannak, hanem az ezáltal való képességek megszerzése. Ha ezt én megtudom, akkor megint hozzájutottam egy képességhez. Mi lesz a következő? Képes vagyok egy közösséget összekovácsolni. Eljutottam a tudásig, képes vagyok a tudás átadására, vajon rendelkezem olyan képességgel, ami lehetőséget biztosít arra, hogy én ebből már egy közösséget építsek föl. Hát korán sincs így. Mert ez egy újabb dimenzió. Tehát ott van egy újabb kihívás, megszereztem a tudást, képes vagyok ennek a tudásnak az átadására, ezen keresztül képes vagyok egy közösséget létrehozni és működtetni. Ha igen, akkor ott vannak a képességek, akkor elindul egy újabb folyamat. Ez megint a személyiségünk fejlődését jelenti. És itt ez olyan, mint a kis teknős békák, akik kikelnek és elindulnak az óceán felé, és csak 1%-uk jut el az óceánig, és aztán még kevesebb jut vissza. Tehát a személyiség, ugye amikor arról beszélünk, hogy harci művészet, a személyiség ezeken a kihívásokon keresztül fejlődik, hogy tudok tovább haladni. Jó, létre tudok hozni egy közösséget. Mekkora közösséget tudok létrehozni? Egy szűk csoport tudok létrehozni magam körül? Esetleg el tudok indítani a hazámon belül egy folyamatot? Esetleg túl tudom lépni a határokat, és egy nemzetközi iskolát tudok működtetni és tanítani tudok? Tehát ez mind olyan kihívások az életbe, aminek vagy megfelelek, vagy nem. És hogyha nem felelek meg, akkor onnét tudom, hogy én valahol megrekedtem. Tehát megrekedtem a tanulás során, mert nem jutottam el a mesterszintig. Megrekedtem a tanítás során, mert nem tudok tanítani. Megrekedtem a közösségépítés szintjén, mert nincsenek olyan képességeim, és nem tudtam ezt az egészet létrehozni. Vagy pedig veszem az akadályt, és fölfedezem magamba a képességnek a csíráit, és nagyon sokat fejlesztem magam abba az irányba, hogy én ezt tudjam csinálni, hiszen a gyakorlat teszi a mester. Tehát a harcművészeti iskolák, hogy lássuk jól, azok minden esetben egy önismereti utat jelentenek a harcos arhetipus számára, és egy személyiségfejlesztési lehetőséget. Most ebben a harcművészeti iskolában, amiről én beszélek, ez egy komplex személyiségfejlesztés. Tehát én minden, az, hogyha egy tanítvány valamit már jól tud, akár csak egy lövést, akár egy ügetést már meg tud csinálni, vagy föl tud nyergelni egy lovat, akkor én már mindjárt ambiciónom, igen, most ezt már mutasd meg a másiknak.
Tehát, hogy haladjunk párhuzamosan, szokjál hozzá, tehát eléred, de ott el kell érni egy szintet, tehát azt nekem tudni kell, de ha már tudod, akkor próbáld meg átadni, és akkor megint már hozzájutsz egy újabb képességhez azáltal, hogy megfogalmazod, és tudatossá válik ez a dolog. Tehát nagyjából ez így néz ki. Na most mi van akkor, hogyha nem járja végig ezt az utat? Mi van akkor, hogyha eldönti egy ember, hogy egy csoportot fog létrehozni? Mi van akkor, hogyha valakinek így eszébe jut, hogy majd ő egy közösséget fog létrehozni, de hiányoznak ezek az elemek? Értjük ezeket a problémákat? Az igazság, hogy nekem mindig az elképzelés, hogy ugye beszéltünk itt arról, hogy sokan akarnak összehozni közösséget. Én meg úgy gondolom, hogy igazából a közösségek maguk fognak kialakulni, amikor egy ilyen multidimensionális, vagy multifunkcionális, vagy kvalitású ember köré természetesen gyűlnek, mert ezekkel a képességekkel rendelkezik. De mivel annyi ember, ugye most mindenkinek megnézzük az asztrológiáját, akkor itt nem mindenkinek az asztrológiájában van benne egyáltalán az a fajta kommunikáció. Szóval nekem mindig az jut az eszembe, hogy egy tökéletes vezető igazából olyan, hogyha most nézzük az indiai rendszert, hogy van a brámana, kshatriya, vaisya, meg a, ugye ez a négy rend, hogy képes tanítani, képes jól szervezni, tudja, mit jelent a pénz, és a munkában is otthon. Én úgy gondolom, hogy a közösségeknek, hogyha nincs egy ilyen személy, akkor ott probléma van, és úgy gondolom, hogy először is ez a szabadság dolog, hogy majd itt össz, és akkor nem lesz vezető, hanem majd itt egy ilyen kommunában élünk, én úgy gondolom, hogy csak akkor tudnak létrejönni közösségek, hogyha ezek a kvalitások megvannak egy vezetőben, akinek van egy víziója. A közösség sokféleképpen tud létrehozni, a közösségek színvonalában van különbség. Tehát ugyanúgy, ahogy a hó kétféle van, van a hókristály, ami természetesen alakul ki, és van a műhó. A természetesen kialakuló hókristálynak van egy kis kristály közepe, valami kis porszem. Uh-huh. Valami kis porszem, ami kering, elkezd közé fagyni, uh-huh. köré fagyni a hókristály, és hogyha ha mikroszkóp alatt megnézzük, egyrészt nincs két egyforma, másrészt meg valami szemet gyönyörködtető dolog alakul ki. De a lényeg az, hogy szükségünk van valamire, ami ennek az egésznek a közepét alkotja, egy pici kis porszem. És e körül rendeződik. A műhó, ha megnézzük, az ilyen olyan, mint egy hógolya, ahogy kifújja a gép. Tehát az egy amorf alaktalan valami. Tehát azt is lehet, van a műhó, és van a hókristály. A hókristály minden esetben valami köré rendeződik, és egy jobb kristály szerkezet alakul ki. De hát a műhó is létezik, és szerintem nagyon sok ilyen műhó közösség van, akik működnek, amiből hiányzik az a kristály, és hiányzik az a kis porszem, ami köré tud épülni. Most ez a közösség, amit én működtetek, ez úgy jött létre, hogy én elindultam egy úton, és futottam, mint Forrest Gump, és azt vettem észre, hogy egyre többen futnak velem. Nem volt nekem ilyen szándékom, nekem nem állt szándékomba tanítani, nekem nem állt szándékomba közösséget létrehozni, egész egyszerűen jöttek az emberek, hogy na most mutasd meg. És megmondom őszintén, bajba voltam, mert meg kellett tanulni. Tehát én amikor itt beszélek mondjuk önnel, akkor én a saját példámat mondom el. Tehát ez a saját utam, hogy igen, most én megpróbáltam átadni a tudást. Tehát ez nem megy olyan egyszerűen. Tehát a jó retorikai képességek kellenek hozzá, jó kell ismerni, amit csak meg kell tanulni. De el kell kezdeni. És mit tudom én, 10 év több-kevesebb sikerrel, próbálkozás után csak összeáll, hogy meg tudom fogalmazni, látom a különböző embereket, látom, hogy kinek, minek, mit kéne csinálni, látom, hogy hol akadnak el, milyen gyakorlatokkal, milyen technikákat tudok javítani, szépen ez fölépül. És aztán ahogy szerveződik a közösség, az is valahonnét elindul, a semmiből, és azért mondtam, hogy mindaz, ami itt van, ez 33 év alatt jött létre, több mint 30 év van, és van egy organikus fejlődés. Most én ennek az organikus fejlődésnek látom a működésének a lehetőségét, de ezt senki ne gondolja, hogy a műhó az pillanatok alatt megvan, a hókristály kialakulásához idő kell. Egy plöttyenetet akarunk, vagy egy szemet gyönyörködtető kristályt. Ugye mindig ez a különbség. Mind a kettő létezik, mind a kettő működik, mind a kettőre lehet alapozni. És beszéltünk arról, hogy milyen a kvalifikációja egy természetes vezetőnek, aki köré rendeződnek emberek. Nézzük meg, milyen
kellene rendelkezni egy olyan embernek, aki egy közösségben akar funkcionálni? Hogy arról mi az elképzelés? A vezető, tanítok a Színművészeti Egyetemen, és járnak le az osztályok, és egyszer megkérdezte az egyik fiatal, hogy ez olyan rendezett ez a környezet, minden rendben van, de mi van akkor, hogyha mondjuk az egyik szürke marha itt megvadul? Mondom, ha ilyen történik, akkor nagyon el kell gondolkodjak azon, hogy mi a hiba bennem. Mert minden, ami itt történik, az az én kivetülésem. Na most itt ugye egy közösség hogy néz ki? Tehát egy közösség a vezetője összes erényét és nyomorúságát vissza fogja tükrözni. És hogyha a közösségben valamilyen probléma van, akkor a közösség vezetőjének azonnal önmagába kell nézni, és végig kell gondolni azt, hogy ezt a problémát nem-e én gerjesztettem. Nem-e én gerjesztettem ezt a problémát. Nem-e miattam alakult ki, mert felelősek vagyunk. Tehát, hogyha egy organikus rendszerről beszélünk, és egy Forrest Gump fut, akkor néha hátra kell nézni, hogy kik futnak utána, és hogy ki mit. Én közel 30 év után néztem hátra, hogy kik futnak utána. Tehát ez nem, és úgy meglepett, hogy kik futnak utána. És az is egy érdekes folyamatot indított el, hogy most akkor figyeltek ide, én arra megyek. Tehát a vezetőnek jó esetben nincsenek személyiség problémái, rossz esetben vannak, és ezt a közösség el fogja szenvedni és vissza fogja tükrözni. Tehát itt egy állandó önreflexióról van szó, és hogyha ez a rendszer működik, akkor egy emberben látnak egy követhető példát, és akkor azt mondják, hogy jó, oké, akkor én lovasi jász akarok lenni, és akkor járom ezt az utat. És akkor nyilvánvalóan az én személyiségem ugyanannyi embert vonz, mint amennyit taszít. Tehát ez így rendben van, mert akik viszont, akik ide jönnek, azok meg pontosan ezt akarják. Mert itt nagyon fontos a tempó, itt gyors a tempó. Azért gyors a tempó, mert végére kell érni a napnak. Tehát ahhoz, hogy leüljünk ide beszélgetni, ahhoz össze kell rendezni a napot, azt megelőzően. Mert különben nem jut rá idő. És van egy nem a távol, hanem a tempó mindig. Minden közösségnek szerintem megvan a maga sajátos tempója, és akkor ezek szerint az emberek ilyen dolgokból választanak, szerintem ilyen színek, szagok, érzések. Jó, tehát szereti azt, hogy szépen leülnek, és ott meditálnak, itt megrohannak, mint a pók a falon. Tehát egy olyan a völgy, mint egy mékas. De hát ezt láttam, mert volt már. Na most van, aki meg azt mondja, igen, ez az én tempóm, én itt jól fogom magam érezni. Én nem fog idejönni, nem fog az őrült futkosni egész nap, hogy végre. Tehát nagyon sok olyan dolog van. A lényeg az, hogy egy jó közösség, meg egy szekta között az a különbség, amit minden lovas embernek meg kell tanulni, amikor egy lóval bánik, hogy ne viselkedjen úgy, mint egy ragadozó. Mert egy ragadozó gyorsan fog, és nem enged. Egy lovasnak meg kell tanulni azt, hogy nagyon lassan fogom, és nagyon gyorsan engedem el. Tehát lassan fogom meg, és gyorsan engedem el. Tehát gyorsan nyúlok rá, és nem engedem, vagy pedig lassan nyúlok rá, és azonnal engedem. Most ez a... Ugye mi ezek vagyunk, tehát amikor én bárki jó lovas akar lenni, akkor meg kell tanulnia ellenkező módon viselkednie, mint egy ragadozó. Most ez a különbség a két közösség között, ez a szekta. Ez a szekta. Nem tudtam volna jobban megfogalmazni. Az megfog és nem enged. Na most egy jó közösség az meg ilyen, hogy szép, lassan, és már oké, sem. Félreértettük egymást. Érti a különbséget? Abszolút. Nem tudtam olyan jobban megfogalmazni. Hogyha emberek elindulnak, építenek, összeszerveződnek, csinálnak egyfajta közösséget, azt vettem észre, ugye nekem az volt a cél, az eredeti cél az volt, ugye ez, amivel saját jogásaimnak, vagy saját közösségemnek akartam egy helyet létrehozni, és ezt a csoportot is, hogy akkor majd ebből indulunk. Ugye ez volt a szlogán, hogy egyszerű élet, magas szintű gondolkodás. Na most, ahogy így a csoport felnőtt 45 ezerre, azért eléggé leszűkült az a réteg, akinek van igénye az önismereti dolgokra. Elképzelhető-e az, hogy csupán anyagi érdekeken alapulva tud működni egy jó közösség? Én úgy gondolom, nem.
hogyha nincs benne az a fejlődés, az önismeret, a gondolatváltás. Tud-e működni? A pszichológia azt mondja, hogy az érdekházasságok tovább tartanak, mint a szerelmi házasságok. Tehát van egy ilyen irányú fölmérés, de két dolog kell. Tehát most, hogyha párkapcsolatról beszélünk, és mind a ketten házas emberek vagyunk, és mind a kettőnknek csodálatos gyerekei vannak, két dolog kell, a szerelem és az együttműködés. Ez egy kapcsolat alapja. Tehát ha nincs, ha bármelyik hiányzik a párkapcsolatból, az a kapcsolat az nem lesz teljes értékű. Hiába működök tökéletesen együtt, hiányzik a szerelem, hiányzik az a kémia. De lehetek én fülig szerelmes, hogyha képtelenek vagyunk, volt ilyen kapcsolat, aztán vannak ilyen tapasztalataink. Tehát van az a szerelem, hogy az embernek kiugrik a szíve helyéről, de nem tud mit kezdeni, mert nem tudjuk összerakni az életünket, a hétköznapjainkat, nem lehet összerakni. Na most, hogyha belemegyünk egy ilyen párkapcsolatba, mondjuk ez a kelet-nyugat közötti különbség is, ugye, mert keleten már a szülők eldöntik azt, hogy ki lesz a pár, és a fiatalok abban reménykedhetnek, hogy talán kialakul a szerelem. Nyugaton a szerelem elvisz mindent, és talán abban reménykednek, hogy valahogy majd össze tudják rakni az életüket. Na de ahhoz, hogy egy működő, hosszú távú kapcsolat létrejön, a szerelemnek és az együttműködésnek ott kell lenni. Most, hogyha ezt én lefordítom közösségre, a szerelmet egy vágy mindenképpen ott kell, hogy legyen. Tehát, hogy én ahhoz a közösséghez akarok tartozni, én azt csinálni akarom, és ott kell legyen az a panel, az a szociális panel, ami az együttműködés. Na most ez a szocializáció folytán vagy bekerül az emberbe, vagy nem. Tehát nagyon sok antiszociális ember van. Uh-huh. Nagyon sok olyan ember van, aki egyáltalán nem tud közösségben működni. Soha nem is működött közösségben. Uh-huh. Most a valóság sok ezeket az embereket keresik, mert ebből tudnak bulvárt csinálni, tragédiákat csinálni. Tehát azok a pszichológusok, akik azzal foglalkoznak, hogy összerakjanak egy ilyen valóság sót, hát nyilvánvalóan ezeket az embereket szedegetik össze, ezek összeférhetetlenek lesznek, már a második nap összeveszik, és akkor nézik a nézők, hogy ezek ott, hogy miket művelnek. Tehát egy közösségben, és legtöbbször az antiszociális emberek utasítják el leginkább a közösséget. Tehát ezek mind megfigyelhető hullámzások. Hát szerintem a 21. század legnagyobb kihívás az a közösség. És két dolgot tartok fontosnak, az önismeretet és a közösséget. Ez ettől fontosabb dolog nincs, és ettől nagyobb kihívás nincs szerintem, mint a 21. század. Abszolút. És nekem erről a példáról jutott eszembe, hogy a keleti meg a nyugati formula. Én úgy gondolom, hogy a keleti meg a nyugati formula között pont van két alapvető különbség. Hogy a keleti formulában az embereket arra tanították, hogy belejövök egy kapcsolatba, és hogyan adjak. A nyugati formulában az, hogy belejövök, és hogyan vegyek el. És szerintem ez egy közösségi létben is a közösség akkor fog tud működni, amikor odajövök, és hogy mit tudok én beadni. Aztán persze, hogy az ember automatikusan kap vissza, ennek ez a pszichológiája. De hogyha a nyugati ember, aki arra van szocializálva, nem az életben, hogy vedd el magadnak, és akkor te vagy, akkor nem tudok együtt dolgozni, viszont hogyha van egy gondolatváltás, és ott van ez, oké, akkor mi az, amit én tudok adni, akkor ez egy dolog, ami tud működni. A probléma nagyobb. A humán etológusok felhívták a figyelmet arra, hogy az ember nem csak fizikailag, hanem a viselkedésében is genetikailag kódol. Tehát az, hogy mi emberek hogyan viselkedünk, ez ugyanúgy genetikailag van kódolva, mint például, hogy egy ló viselkedik, vagy egy bivaj. Tehát egy bivaj teljesen más kép viselkedik, mint egy szürke marha, annak ellenére, hogy látszólag nagyon hasonlóak, de aztán megint más, mondjuk egy holló, most éppen nincs itthon, mert nem tudom, hogy merre kóbászol a gyönyörűség, mert ez is egy csodálatos állat, ő is szabadon van, és van úgy, hogy hetekig, hónapokig nem jön haza, azt egyszer bekopogott a konyhaablakon, és megjött. Tehát ezek genetikailag meghatározott tulajdonsága az embernek, de a humán etológusok felhívták a figyelmet arra, hogy egy genetikai program az kikapott az emberből, mégpedig a hűség. A hűség jellemző volt az emberre, és hogyha megnézzük a felvilágosodás korát megelőző társadalmakat, ezt tartotta össze. Hűség a királyhoz, hűség a családhoz, hűség a vallásomhoz, stb. Tehát ez egy nagyon erős kohézió volt. Ez erodálódott, olyan szinten kopott ki, hogy ez már nincs. A globalizációnak szerintem ez az egyik mozgatórugója, hogy atomizálódunk. És ami a problémát jelenti, hogy még azt
azt tudják a tudósok, hogy a közösségeknek mi a dinamikája. Tehát azt lehet tudni, hogy egy közösség hogyan viselkedik. De az atomizált emberről nincsenek tapasztalatok. Tehát milyen az, amikor 8 milliárd atom működik itt és hullámzik együtt. Tehát most egy nagyon, nagyon izgalmas új korszakot élünk. Én annak ellenére, hogy ezt tudom, tehát racionálisan tudom, hogy ez homeopátiás mennyiségben van jelen az emberben, mert itt közösséget beszélünk. Na most a közösség enélkül a panel nélkül nem tud működni. Hát a közösségnek az alapja a hűség. És itt jönnek azok a problémák, amit mondott az előbb, hogy azért megyek egy közösségbe, mert nekem abban hasznom van, és hogyha nincs, én azonnal kilépek. Gyakorlatilag a mai ember az így működik. Az nincs, hogy én belépek egy közösségbe, és akkor én azt szolgálom. Tehát nagyon, nagyon komoly kihívások ezek. Nyilvánvalóan az, hogy a nyugati társadalmakban ez a folyamat előrébb van, ez a civilizációnak köszönhetően, mert a nyugati társadalmak nagyon magas civilizációs szinten, viszont nagyon alacsony kulturális szinten vannak. És így itt már kitapinthatóak azok a problémák, amik belátható időn belül az egész világot jellemezni fogják. De például egy ilyen változás azért az nem egyik pillanatról a másikra megy végbe, nem egyszerre megy végbe az emberiséggel, hanem biztos, hogy lesznek régiók, ahol ez tovább megmarad. Tradicionálisan az ázsiai társadalmakban még mindig nagyon erős a kötődés. Ez nálunk előbb robban. Tradíciók, megint a tradíciókhoz jutunk, hogy a tradícióban még ez jelen van. Még ott jelen van, de szét fogják barmolni belátható idő belül, mert hát nem feltétlenül ez a cél. Ezt ne lássuk úgy az összeesküvés elméleteket, hogy csúnya emberek ezeket előidézik, hanem vannak bizonyos folyamatok, amiket csúnya emberek kihasználnak. Érti? Nincs annyi eszük, hogy ilyeneket elindítsanak. Vannak bizonyos folyamatok, vannak bizonyos változások, és vannak emberek, akik ezekből a változásokból hasznot tudnak húzni. Ausztria 20 leggazdagabb embere, a top lista élén, aki a 20 leggazdagabb, osztrák, ez a pandémia alatt még gazdagabb lett. Milyen furcsa. Sokakat meglep, nem? Tehát, hogy változás nem történt, mindössze annyi, hogy ők még gazdagabbak lettek. Én mindig erre jutok, hogy ahhoz, hogy az ember elinduljon egy közösségben, ahhoz ezért, igazából pont erre akartam kiukadni, hogy van-e itt jelentősége annak, hogy bizonyos spirituális folyamatokkal, mondjuk úgy, hogy ezeket a csoportkarmákat, vagy az egyéni karmákat, ezeket a géneket, ezeket hogyan programozzuk át arra, és hogyan emelkedjünk, akár egy ugye tudati szint, vagy listán is fölfelé, mert én úgy gondolom, én ezzel foglalkozom évtizedek óta, most már 30 éve igazából ezen az úton járok, és 20 éve foglalkozom emberek, én azt látom, hogy nagyon jelentős eredményeket lehet elérni azzal, hogy a személyiség hogyan változik egy nagyon pozitív irányba a gondolkodás, mert azért, mert spirituális eszközökkel dolgozunk. Tehát olyan eszközökkel, amik az embert késztetik arra, hogy változzon, és akár ez a karmikus, genetikus dolog is, ez is egyszerűen csak tisztul. És tehát úgy gondolom, hogy a jövő, hogy ezek a közösségek, hogyha nem akarnak változni, és nem nyúlnak ilyen eszközökhöz, ugye akkor a determinációban marad, mert akkor miért változnak? Nem? Ugye a 22-es csapdában abban rejlik, hogy erodálódik az emberből ez a fajta kód, ami a hűség, viszont egészséges ember nem tud kialakulni csak egy közösségben. Tehát ahhoz, hogy egy normális ember fölnőjön, minimum egy falura van szükség. Tehát közösség nélkül mi elvesztünk. Tehát nagyon, nagyon izgalmas kihívása van itt a 21. századnak, vagy a bennünk követő századoknak, hiszen a közösséget összetartó erő az lenullázódik, viszont maga az ember képtelen közösség nélkül fejlődni. Tehát ez egy nagyon-nagyon komoly kihívás lesz. Nyilvánvalóan ez nem fog egyszerre végbe menni, ahogy mondtam, a világban, és mindenképpen függetlenül attól, hogy mi van, én azt tudom, hogy süllyed a Titanic, de én azt is tudom, hogy ezen a Titanicon vannak mentőcsónakok. És azt is tudom, hogy jó néhány embernek a mentőcsónakokon keresztül sikerül életbe maradni, és sikerül valamit átvinni. Én hiszek tudom, hogy elsüllyed a Titanic, viszont hiszek a mentőcsónakokban, és biztos vagyok abban, hogy kis emberi közösségek képesek mentőcsónakként működni,
hiszek abban, hogy az enyém is ilyen. Uh-huh. Nem gondolom azt, hogy a világra én ilyen szinten befolyást tudok gyakorolni, de azt tudom, hogy páran elférünk ebben a mentőcsónakba, és át tudjuk vészelni uh-huh. ezt a tragikus helyzetet, és túl tudjuk élni ezt a tragédiát, amikor a Titanic elsüllyed. Én ebbe, nekem ez meggyőződésem. Abszolút. Én egy kicsit úgy látom, hogy az egyénnek azért legalább ugyanekkora szerepe van, mert egyénekből áll a közösség, pláne főleg az az egyén, aki mondjuk egy közösségnek az élén, nem, az eléggé domináns. Az a fajta behatás, akár az energetikai tudati behatás, amit egy közösség vezető, mint ahogy ön is itt csinál egy dolgot, és ez nyilvánvalóan a manifestációja annak, ami ön. Tehát, hogy az egyének szerintem ugyanúgy van szerepe, vagy ugyanannyi fontossága van, viszont a közösség nélkül az egyén meg nem megy sem erre. Tehát, hogy alapvetően... Nem tud, egy közösség nélkül egy normál ember nem tud felnőni. Tehát ugye a szociális panelek nem tudnak kialakulni. Nagyon összetett szertágazó dolog ez, nagyon, nagyon izgalmas ez az élet, tehát ezt nem tudunk kiszakítani egy embert, azt majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Mert egy ember rengeteg hatás összességéből alakul ki. Látnunk kell, hogy én most lusta vagyok, kihez képest. Tehát minden ember valakihez képest valamilyen. Tehát nincs egy szubjektív, vagy adott esetben egy objektív rendszer, hogy most én lusta vagyok. Hát én azt gondolom, hogy egy dolgos, szorgos ember vagyok, de biztos vagyok benne, hogy még rengeteg olyan ember van, aki mellett én egy lusta embernek tűnnék. Érti? Relatív. És ezek nagyon relatív dolgok, de hogyha van egy józan közösség, akkor tudjuk azt, hogy Jóska, te nagyon lusta vagy. Lajoskám, te meg ez itt rendben van, de hát a Gézáról tudjuk, hogy az egy sztahanovista. Tehát az be van rakva a polc. És ezt így össze tudjuk rakni, ki milyen erős, ki milyen okos, tehát úgy ki tud alakulni, ami véleményem szerint nem tudna kialakulni. Főleg a szociális panelek nem tudnak kialakulni, hogyha én teljesen kiszakadok a közösségből, és mondjuk beragadok egy virtuális térbe. Ott már nem tudom felszedni azokat a képességeket, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy a személyiségem fejlődjön, hiszen a tibeti halottaskönyv mondja, hogy ritkán és nehezen hozzáférhető emberi test birtokába jutottál, nincs idő tévutakra. Óriási lehetőség. Az, hogy egy emberi test birtokában vagyunk, ez fölfoghatatlan, hogy itt beszélgetünk egymással, és ezt még nem tudom, hány ezer ember fogja majd nézni. Tehát ez egy akkora lehetőség, ami nagyon keveseknek adatik meg. Nem vagyunk ezzel a dologgal szerintem tisztába se, és hogy nem értékeljük elég jól, az is biztos. Szerintem sokat beszéltünk. Jó. Elbúcsúzunk a nézőtől, és innen folytatjuk. Jó, köszönjük szépen. Lehet, hogy még fogjuk folytatni. Isten áldjon neked. Sziasztok.